Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, ahogy a feliratból is lehet látni, program leállításokról fogunk beszélni. Azaz az alábbi kérdést tettem föl, hogyan tudjuk terminálból leállítani a programot, egy futó folyamatot, futó programot. Nyilvánvalóan grafikus felületen, illetve hogyha nincs valami probléma a programmal, le tudjuk állítani a kis X megnyomásával, feltételezem azt, hogy ezt mindenki ismeri. De mi van akkor, hogy a grafikus program nem óhajt leállni, tehát lefagyott. Valami problémája van, lefagyott, nem lehet rendszerszerűen leállítani a másik, nyilvánvalóan háttérbe futó folyamat, esetleg program, ami terminálos. Terminálos, annak a leállítását grafikus felületen nem tudjuk megoldani. Természetesen ott nincs kis X, amivel le tudom állítani. Körbenéztem az interneten, illetve természetesen alapvetően ismerem ezeket a parancsokat. Általánosságban a kill parancsot szokták javasolni. Nézzük is meg, mi az, hogy kill parancs. Beírom, hogy kill. Beírtam, hogy kill, maga a parancs, és lekérdezem a help-jét, itt kötőjel help felkiáltású parancsal lehet lekérdezni, és utána megnézzük, hogy mi ez, és miért nem jó ez nekem. Enterezzük le, kérja magyarul, ha magyarul vannak telepítve a rendszer, magyarul azt, hogy milyen elvárásai vannak. Azt mondja, hogy neki van egy kill, és van olyan, hogy szignál szám, szignál PID munkaszám, vagy szignál küldése munkának felkiáltású dolog. Hát igazából bevallom őszintén, hogy én nem szeretném a szignál számát, a PID számát, meg egyéb munkafolyamat számát megkeresgélni. Persze, meg lehet keresgélni. Természetesen, akinek kockább a lelki világa, illetve jobban oda van az ilyen dolgokért, ő megkeresheti a PID számot, a szignálat kiküldve, igen, tudom. Valóban én tudom, hogy ez egy összetett folyamat, és sok mindent meg lehet vele csinálni, de arra, hogy lelőjek egy programot, aminek esetleg a nevének egy részét, vagy egészét ismerem, nem igazán alkalmatos, tehát ugorjunk is tovább. A következő program, amiről olvastam, a kill al, azaz kill, 2L, kill, és al, azaz öld meg az összeset. Gyakorlatilag ez nagyon jó kis programocska, elméletileg, hiszen azt mondják róla, hogy semmi egyebet nem kell csinálni, csak beírom a munkafolyamat, a program nevét. Oké, itt van mellettünk nyitva a Firefox, a kedvenc böngészünk, öljük meg őt. Tehát azt mondjuk, hogy kill al Firefox. Firefox. Beírtam, hogy Firefox, megnéztem, hogy jól van beírva. Oké, ilyen folyamat nem található. Jó, lehet, hogy nagy betűvel kell hívni őt, tehát nagybetűvel is beírom, és akkor megint azt mondja, hogy folyamat nem található. Mi ezzel a probléma? Gyakorlatilag az a probléma ezzel, hogyha én le akarok állítani egy programot, annak a teljes, pontos nevét ismerni kell. Mivel utána jártam a dolgoknak, illetve hát ismerem már annyi a rendszeremet, ennek a programnak nem az a neve, hogy Firefox, hogy Firefox, á, de hogy nem kisbetű, meg nagybetű, hanem Firefox kötőjel bin. Na hát, hogyha te megnézed a saját rendszeredbe, hogy a Firefoxot hogyan hívják ott, lehet, hogy nem így hívják. Tehát lehet, hogy bin nélkül is jó lesz, nekem binnel, tehát Firefox kötőjel bin a pontos neve. Ez nekem nem kell. Bevallom őszintén, az összes programnak a nevét nem óhajtom fejbe tartani. Nem óhajtom fejbe tartani, nem káptalan a fejem. Hát milyen megoldások vannak? Milyen egyéb megoldások vannak? Gyakorlatilag, aki az előző videómat látta, őnek ez a megoldás nem lesz igazából újdonság, bár lehet, hogy elkerülte a figyelmét, én ezt a megoldást nagyon jónak tartom. Miért? Mert ez egy általános keresés. Tehát, hogyha valaminek valamilyen jellemzőjére kíváncsiak vagyunk, akkor lekérdezzük az összes folyamatot, megkeressük azt a folyamatot, amiben nagyjából bent van, hogy Firefox, nagyjából benne van, és abból a dömpingből kikeressük azt a számot, amire a kill, visszamentünk az első parancshoz gondolatba, amire a kill parancsnak szüksége van, és a killnek a legerősebb módja a kötőjel 9-es, ami aztán biztos, hogy kinyírja azt a programot, azt megadjuk. Na hát ezt a hosszú mondatot ilyen rövidke kis sorba leírtuk, tehát gyakorlatilag PS AUX-szal lekérdezzük a futó folyamatokat, ezt a lekérdezést átadjuk a keresőnek,
az FZF keresőnek, beírom majd, ahogy látni fogjátok azt, hogy Firefox, a programmal szépen kibányásszuk belőle a megfelelő információt, és az egészet átadjuk a kill, kötőjel 9-es parancsnak, és akkor már ilyen szépen sorba kinyírjuk a szegény Firefoxunkat. Oké, nézzük is meg, hogyan működik, leenterezzük, hát ilyen hosszú mindenféle dolgot kér, de nekünk a legvégéről kell majd természetesen valahonnét, az a Firefox, hát nyilván beírom, hogy Firefox, és akkor Firefox, és nyilvánvalóan egy pontos találatot keresünk, elteszünk egy ilyet, Firefox, és akkor látjuk, hogy itt van a Firefox. Oké, és akkor leenterezzük, és ki is nyírta a Firefox programot. Tehát gyakorlatilag egy összetettebb parancssal meg tudjuk ezt oldani. Ha az összetett parancs neked nem tetszik, mármint úgy értem, hogy nem akarsz ennyit gépelni azért, hogy a Firefoxot kinyírd, vagy a megfelelő programot kinyírd, akkor természetesen ezt kimásolva be tudod tenni például aliasba, vagy hogyha bast vagy zsh-t használsz, a többi shellben nem vagyok biztos, de valószínű ott is van egy úgynevezett funkciófeladat, lehet egy olyan funkciót csinálni, ami ezt 1-2-3 betűs parancsra lerövidíti, vagy egy scriptet írunk hozzá, és akkor elindítjuk, és akkor már ez a keresgélés egyéb gyorsabban le tud futni. Azaz, megoldás van. Igen, de mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy az egészen hosszú parancsor, meg egyéb ilyen dolog nekem nem kell. Nem kell, én szeretnék egy programot ehhez használni, ezt használom évek óta, ezt szeretném most igazából bemutatni, akkor mit lehet csinálni? Használjuk az fkill parancsot. Fkill. Tehát fkill parancsot, és azt a parancsot telepítsük. A telepítést a komment szekcióban leírom, de rá is lehet keresni egyébként az interneten, és kényelmes. Egyszer kell megcsinálni, egyszer megszokja az ember, hogy ezt természetesen elvégzi. Nyilvánvalóan nem jelent nekünk semmi gondot. Első lépés, sudo apt update. Tehát update-eljük a rendszerünket. A második lépésbe két dolgot fogunk telepíteni. Nyilvánvalóan, mivel hogy most Ubuntu alapú Linux minten vagyunk, Debian alapú Linux minten vagyok, akkor értelemszerűen az apt-get parancsot használom. Installálni kell a Node.js, npm. Ezt a két programot, tehát a Node.js, npm, ezt a két programot installálni kell, majd telepítjük az fkill kötőjel cli parancsot. Ez már nem az alapcsomagkezelővel, hanem az előbb telepített npm csomagkezelő rendszerrel kell megtenni. Beírjuk, hogy npm install kötőjel global, tehát mindenkinek globálisan, és fkill kötőjel cli. Ennyi. És utána már jó esetben működni is fog a programocska. Végig kell csinálni, nyilvánvalóan, persze ezt nem is kellene elmondani, de én elmondom, hiszen tudjátok, hogy mindent szeretek agyonmagyarázni. Értelemszerűen, hogyha te nem Debian alaput használsz, hanem esetleg Archot, Fedorát vagy egyebet, akkor az ottani csomagkezelővel kell az első két lépést megcsinálni, rendszerfrissítést és a két alapprogramot telepíteni, és utána már az npm install kötőjel global fkill kötőjel cli parancsot már ott is le tudod futtatni. Ha esetleg nem Debian alapú disztribúciót használsz, lehet, hogy saját csomagja is van az fkillnek. Tehát lehet, hogy a disztribútorod már lefordította, elkészítette neked, és akkor telepíteni tudod. Nézd meg, hogyha esetleg nem Debian alapot használsz. Oké, mi az, hogy fkill? Az fkill a világ legjobb parancsa arra, hogy valamit kinyírjál. Gyakorlatilag beírod, hogy fkill leenterezett, semmi nem történt, csak az előzőekbe látható listát adta ki. Nyilvánvalóan ez a lista, mivel ez speciális feladatú programocska, ez a lista egy kicsit rendezettebb, mint ahogy az előbb láttátok, a hosszú PS, AUX és a többi, és a többi, és a többi parancs összetételnél. Ez egy kicsit rendezettebb, kérje az összes olyan programnak a nevét, amit ő talál. Tehát a futó programot kérje, meg hozzá odaírja azt a számot,
amit meg lehetne adni a kill kötőjel 9 parancsnak, hogy kinyírja azt az adott programocskát. Oké, nyilvánvalóan mit szeretnénk csinálni? El szeretnénk tüntetni. A Firefoxunkat beírjuk, hogy Firefox, ott van a Firefox, odaléptetünk, leföl gombbal odaléptetünk, természetesen rányomunk, és el is tűnt a Firefoxunk. Oké, gyakorlatilag én beszéltem egy jó hosszú ideig arról, hogy van egy jó kis programocska, ami az előző kettő, hát nem igazán kezes programot, a kill, vagy a kill al programot kiváltja. Teljesen kiváltja, le tudod gyilkolni azokat a programokat, amik lefagytak, vagy éppen terminálosak, és igazából nem is feltétlenül kell tudni a teljes pontos nevét, hiszen ilyen kereséssel, automata kereséssel, egyezés kereséssel maga a programocska meg fogja neked keresni a nevet. Oda léptesz, hogyha több találat van, leenterezed, és ki is fogja nyírni. Figyeljetek arra, egy nagyon aranyos kis dolog, illetve tapasztalati dolog, kírja ennek a használatát, tehát a programnak, amit lenulláztál, kinyírtál, hogy így mondjam, killeztél, annak a energia, tehát háttérfolyamat felhasználását kírja, nagyon hasznos. Esetlegesen nagyon lefagyott programoknál, nagyon beállt programoknál, tudjátok, hogy én általában sok mindent szeretek kipróbálni, és előfordul tesztelés közben, hogy valami igencsak lefagy, akkor van, amikor 1-2-3 másodpercet várni kell, hogy el tudja végezni a program leállítását, természetesen, azt meg kell várni, és van olyan eset, hogy rákérdez, hogy valóban leszeretnéd-e gyilkolni azt a programot, akkor el tudod dönteni, hogy igen vagy nem. Egy óvatossági figyelmeztetés meg kellene tenni, megint azt kell mondanom, hogy túlóvatosság és az én saját lelkiismereti elvárásaim magam fele, hogy ezt elmondjam, de mindenki tudja. Ha ilyen kill kötőjel 9, tehát durva leállításokat csinálsz, azért használtam mindig, hogy kinyírni, leölni, meg egyéb felkiáltású, elég durva szavakat, hogy érezzétek, hogy azt a programot te fogod egy nagy késsel, és leszúrod mind a disznót. Oké? Okay? Tehát ott, hogyha nyitva van valami doksid, nyitva van valami állományod, ami éppen ilyen adatbázis, vagy akármi, az megsérülhet. De nyilván ezt akkor csináljuk, amikor nincs más megoldás. Nem ezzel állítunk le természetesen ilyet, hogy Firefox vagy egy szövegszerkesztő, hogyha normálisan le tudod állítani. Oké? Okay? Tehát ez akkor jó, amikor vagy lefagy egy program és nincs más megoldás, vagy természetesen nagyon kényelmes olyan futófolyamatok, olyan háttérbe futó programok leállítására, ami terminálos és más módszerrel nem tudod leállítani. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, és mindenkinek azt tanácsolom, hogy gondolja át ezt a folyamatot, tehát kill, fkill, összetettebb parancs, megoldás, különböző kereséses egyéb megoldás, amihez lehet aliaszt írni, vagy esetleg egy funkciót a basba megírni, vagy használjátok az általam nagyon kedvelt évek óta. Szó szerint ez kb. 7-8 éve használt program, amivel soha semmi problémám nem volt. Ezt vegyétek komolyan, ez egy kényelmes kis programocska, nem váltja meg a világot, de hasznos. Hasznos, és én nagyon megszerettem, és jó szívvel ajánlom mindenkinek. Sziasztok!